Új helyre költözött a Tolna megyei szakképzési centrum Perccel szakképzőiskolája. A felújítás eredményeként a kor igényeinek megfelelő körülmények között folyhat az oktatás az iskolában, mondta Dömötör Csaba, a szakképzési központ kancellárja. Alapjában véve az indokolta ezt a felújítást, hogy két különböző épületben dolgozott az iskola. Ez az épület alkalmas arra, hogy teljes mértékben elférjünk benne, be tudja fogadni azt a közel 400 tanulót, aki ebbe az iskolába jár. A másik épület önmagában erre nem lett volna alkalmas. Ezért döntöttünk úgy, hogy az önkormányzattal közösen, hogy ezt az épületet tesszük majd rendbe. Kívülről az épület egy teljes energetikai felújítást kapott, ezt Bonyhádváros önkormányzata bonyolította. Belül pedig egy teljes körű villamoshálózat felújítás történt, teljes mértékben kicseréltük a vizesblokkokat, felújítottuk a vizesblokkokat, tantermek padozatát, belső nyilászárókat cseréltünk, kifestettük a teljes épületet minden helyiségét tekintve, és hát kialakításra került egy tanári irodablokk helyiség, ahol az itt dolgozók tudják most már korszerűen a munkát végezni. Összességében azt kell mondani, hogy amit a szakképzési centrum fordított az épületre a belső felújítások során, az egy ilyen közel 300 millió forint összegű beruházást jelentett. Az ünnepségen részt vett Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár is, aki azt mondta, jelentős átalakítás zajlott a képzés rendszerében, mely ma már számadatokkal igazolja az elképzelés életszerűségét. 12%-kal növekedett a szakképzésbe jelentkezők aránya, ennél nagyobb a technikumba jelentkezők aránya, az egyértelműen jelentős. Elindítottuk az okleveles technikust, ami az egyetemekkel való kapcsolatnak egy ilyen kreditpontos rendszerrel még kiegészül a képzés ott. Ott nagyon sok gyerek és nagyon sok iskola egyetem akar bekapcsolódni, tehát ez azt gondolom mind visszajelzés. Új technikumokat hozunk létre a kreatív technikum és a pedagógiai technikumnak a formájában, illetve az alternatív szakképzési utakat is elindítjuk, ami azt jelenti, hogy akik leszakadók, azokat nem engedjük be a rendszerbe, hanem dobantó programba kell, hogy megerősödjenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendszer ki van találva, ezeket belülről kell erősíteni és támogatni az oktatókat. A szülők és a tanulók megértették a szakképzésben rejlő lehetőségeket, állítja a helyettes államtitkár. A továbbiakban, ami szükséges, hogy megerősítsük ezt az átalakítást, vagyis a belül az oktatóknak a képzése az, ami hátra van, a tananyagoknak a fejlesztése van hátra, amit elsősorban a digitális tananyagfejlesztésekben fogunk megvalósítani, illetve eszközfejlesztések vannak hátra, és tovább megy a fejlesztés, az ilyen típusú fejlesztés, mint amit most látunk. Dömötör Csaba kancellár megerősítve az előbbi gondolatokat azt mondta, a következőkben az oktatás technológia fejlesztésére fordítódik majd a figyelem. Ez egy nagyon-nagyon jelentős beruházásnak számít. Nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan újítsuk az épületeinket, ahol az oktatás, a képzés folyik, hiszen a 21. század már elképzelhetetlen, a 21. századi oktatás elképzelhetetlen, anélkül, hogy ne korszerű körülmények között egy jól felújított épületben folyik. Nagyon sok beruházást viszünk egymás mellett párhuzamosan. Most a legnagyobb ez volt, de a többi épület, többi iskolánk többi épületére is igyekszünk mindig odafigyelni, és hát folyamatában igaz, hogy kisebb beruházásokkal, de folyamatosan újítjuk fel az épületeket. Maga az oktatási technológia, ami szükséges, az folyamatos megújításon megy keresztül. Most az idei évben, még az év végére tervezünk még egy közel 25 millió forint összegben eszközbeszerzést az iskolába. Ezek részben az informatika szakmai oktatáshoz kapcsolódó eszközöknek a cseréjét, felújítását, új eszközök beszerzését jelenti, de nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy korszerű digitális tananyagokat is tudjunk beszerezni. Ez is most meg fog történni, illetve
illetve azokon a területeken, mint az épületgépészet, ott is vannak olyan eszközök, amelyek vagy már tönkrementek, vagy már nem korszerűek, és ott is most jó pár eszközt fogunk beszerezni még ebben az évben.